Hát szervusztok! Ezt a videót most azért csináltam meg, mert többen kértétek, hogy legyen róla valami ismertető. Szóval ebben a videómban arról szeretnék beszélni, hogy miért szeretek olajfestékkel festeni, milyen eszközök és anyagok kellenek hozzá. Ez a videó azoknak készült, akik még nem próbáltak olajjal festeni, vagy tervezik, hogy egyszer kipróbálják. Mire is lesz szükségünk. Először valamilyen festő alapra. Ez a gyűjtőneve azoknak a hordozóknak, amire majd festhetünk. Persze sokan azt hiszik, hogy csak vászorra lehet festeni, ez így nem igaz. Régen azért nem volt annyira egyszerű beszerezni egy jó minőségű lemvásznat, ezért falemezre, fatáblára, vagy akár rézlemezre is festettek. Mutatnék is néhány festő alapot, ide készítettem. Elsőként a kartont. Ez egy viszonylag vastag papír, olyasmi, mint a régen a sör alátét. Erősen netszívó hatású így alapba. Ezért alapozni kell. Az alapozás is egy nagyon fontos lépés, majd erről egy kicsit később szeretnék beszélni. Aztán létezik olyan, hogy faros lemez. A faros lemez gyakorlatilag egy préselt fa forgács. Lehet látni mind a két oldalt, az egyik ilyen rücskös, meg próbálom egy kicsit közelebbről megmutatni. A másik pedig teljesen sima, erre is nagyon jól lehet dolgozni. Ez egy klassz dolog, van neki tartása, tehát viszonylag merev, és hát alapozás után egyből gyakorlatilag használható. Aztán harmadikként az úgynevezett kasírozott vásznat szeretném megmutatni. Ez nem más, mint egy kartonpapír vászonnal bevonva. Talán ha közelebb hozom a kamerához, akkor jobban lehet látni, hogy ezen tényleg egy vászon van, rá van ragasztva, szépen le van alapozva. Ez boltba így kapható, és ez gyakorlatilag rögtön használható, festésre kész állapotban van. Azért jó, mert van neki tartása, és tulajdonképpen ugyanaz, mint hogyha vászorra festenénk. És akkor az utolsóként, amit megmutatnék nektek, az a vakkeretre, vagy rámára feszített vászon. Ugye ez egy lemvászon, azért ilyen fehér egyébként, mert ez is most már le van alapozva. És erre ugyanúgy gyakorlatilag rögtön festhetnénk. Ez kapható ugyanúgy, mint a kasírozott vászon művészeti boltokban, vagy barkásboltokban. Néha nagyobb báruházak is szoktak akciót hirdetni, és akkor ott is kapható különböző méretben, ugye kisebben, nagyobban. A lényege az, hogy ez a vászon, ez föl van feszítve egy fa keretre, és ezekkel a kis ékekkel ugye a sarkok kiékelhetők, kifeszíthetők, és akkor tényleg feszes lesz a vászonnak a felület, és lehet rá festeni. Még azt megmutatnám, hogy van egy-egy festményem, ami különböző hordozókra készültek. Ugye ez az előbb mutatott kartonra készült. Ez olajfestmény. Hát az, hogy most keretben van, az ne zavarjon titeket. Aztán van egy másik miniatűröm, ami faros lemezre készült, itt el is látni a hátulját, hogy ez is olajfestmény egyébként, hát meg ugye megfelelő alapozás után gyakorlatilag rögtön lehet rá festeni. Akkor most vegyük át a festőeszközöket. Ugye alapjáraton mindenki rögtön arra gondol, hogy hát ugye a festő ecsettel fest, ez persze nem teljesen így van, illetve az ecsetekből is többféle fajta van. Most egy párat megmutatnék, hogy gyakorlatilag én mit szoktam használni. A lényeg az, hogy egy ecsetnek tulajdonképpen három jellemzője van, ami most fontos lehet. Ugye az ecsetszőrnek a fajtája, nálam igazándiból a sörte ecset, ami az olajfestéshez, illetve a nylon ecset, ami bevált, ez ugye műszából van, műanyagból van. Persze használok lágyabb szőrű ecseteket is.
az mindig a technológiától függ, hogy éppen milyen ecsetet használunk. Nagyon sokféle fajta van. Most mondom, a három jellemzője az az ecsetszörnek a fajtája, aztán van magának az ecsetnek a típusa, tehát hogy van kialakítva a szőr része, meg van ugye a mérete az ecsetnek. Ez most itt, ha jól látom, ez pont egy 8-as méretű ecset. Ez mindig a boltban, ahol vásárolok, ott azért az föl van tüntetve, hogy milyen széles, milyen hosszú, meg egyébként is a nyele milyen fajta. Én a hosszú nyelű ecseteket kedvelem, mert azzal szívesebben dolgozok. Na nézzük akkor elsőként, amit én a legtöbbet használok, az az úgynevezett Filbert ecset. Ez a Filbert ecset, ez egy tulajdonképpen olyan, mint a lapos ecset, csak ha megnézitek, itt le van gömbölyítve a széle. Egy kicsit közelebb hozom a kamerához, talán így jobban látszik, hogy ugye nem teljesen egyenes a teteje, nem síkba van, hanem hát le van gömbölyítve. Ez egy viszonylag hosszú nyelű ecset, könnyű vele dolgozni, jó a fogása. Aztán a Filbertből is azért létezik többféle, mert van egészen hosszú szőrű Filbert is, ha nem tudom mennyire lehet látni a videón, ez gyakorlatilag ez egy ilyen nagyon hosszú szőrű Filbert ecset, könnyű vele dolgozni, ez speciál műszálas ecset, nagyon-nagyon szépen lehet vele dolgozni. Aztán Filbertből persze méretre létezik kisebb-nagyobb. Ha nem tudom mennyire lehet látni a videón, remélem, hogy azért jól látszik, egy picit megpróbálok ráközelíteni. Tehát ugye a mérete, ez például egy 4-es ecset, ez a fehér színű, ez a fekete színű, ez hát nem is tudom, ez is 4-es méretű. Ez a részletek kidolgozásához jó ez a kisebb méret. Aztán a Filberthez nagyon-nagyon hasonlít az úgynevezett macska nyelv ecset. Itt mutatnék két különböző méretűt. Ez macska nyelv ecset. Majd mindjárt egy kicsit visszább zoomolok, és akkor jobban lehet látni távolabbról, hogy is néz ki. Hasonló a Filberthez, nagyon-nagyon szépen lehet vele dolgozni. Most ha megnézitek, eléggé keskeny a kialakítása ennek a szőr résznek, és hát ennek a segítségével nem csak ilyen széles vonalakat lehet húzni, ami szép egyenletes, hanem persze nagyon vékony vonalakat is, tehát az attól függ, hogy hogyan tartjuk az ecsetet. Aztán a másik nagy terület, a fajta ecset, amit én sokat használok, az a lapos ecset. Ugye tipikusan a lapos ecset az valahogy így néz ki. Teljesen lapos a vége, négyszögletes, ezzel viszonylag, tehát az ilyen nagyméretű ecsettel, ez speciál egy 10-es méretű ecset, ezzel nagy területeket lehet gyorsan lefedni. Ez például egy nylon ecset, viszonylag puha a szőre. Aztán másik nagy kedvencem a szintén lapos ecset. Ez egy kicsit viseletes ez az ecset, de hát sokat dolgozok vele, mert nagyon kedvelem. Ez egy sörte ecset, ennek jó kemény hát ez a szőr része az ecsetnek. Nagyon szépen lehet vele dolgozni, akár lazúrosan is, akár impasztóval is. Ugye a lazúrosan, amikor vékonyan festünk, szinte átlátszik az alsó festékréteg, amire ugye fölvisszük a következő réteget, meg lehet egész vastagon is festeni, amikor teste van, húsa van a festéknek, és gyakorlatilag kidomborodik a vászorról. Aztán a lapos ecsetek közül létezik ugye persze értelemszerűen kisebb méretű. Én az ilyen pici ecseteket, ez mindjárt mondom, megnézem, ez egy 4-es méretű ecset, ha jól látom. Én ezzel az apró részleteket szoktam kidolgozni, amikor tényleg nagyon finoman kell dolgozni kis területen. De hát létezik mondjuk a lapos ecsetből egészen széles is. Látjátok, ez egy marhafűszőr ecset, ezzel megint nagy területeket lehet nagyon gyorsan lefesteni, illetve hogyha
ha színátmenetet akarunk, vagy átmenetet akarunk csinálni, akkor gyakorlatilag elmosásra is lehet használni ezt a széles ecsetet. Hát ebből létezik ugye művész ecset is. Ez például egy munkácsi ecset, egy 40-es ecset. Hát ez is már elég avittas, de hát én nagyon szeretek vele dolgozni, azért ilyen. És akkor a harmadik nagy terület, amit meg akarok mutatni, az a hegyes ecset. Ez a hegyes végű ecset, ez, ha minden jó és gyakorlatilag új az ecset, akkor ez egy pontba végződik. És hát nagyon szépen lehet vele hosszú, vékony, egyenes vonalakat húzni, illetve ha lágyabb a szőre, akkor lehet vele szépen elmosni is. Na most ebből is ugye többféle fajta van, hát persze van kisebb méretű, nagyobb méretű, ez speciál egy 8-as, ecset, ugye az apróbb részletekhez a kisebb ecsetet használom, aztán van kimondottan ilyen ág vonalazó ecset, ilyen vonalhúzó ecset, ez egy ilyen speciális ecset, látjátok, úgy hívják, hogy tartályos ecset, itt kétféle szőrből van, nagyon-nagyon jól lehet vele hosszú egyenes vonalakat húzni, mert sok festéket tud fölvenni, sokat tud tárolni. Aztán persze vannak az egészen kicsi méretűek ebből a körecsetből, vagy a hegyes ecsetből. Én vettem többfélét is, ugye 0-as méretű, 1-es méretű, illetve 3x0-as méretű, ennek már egészen pici a hegye, és ezzel nagyon-nagyon finom, nagyon apró munkákat lehet kidolgozni. Majd mindjárt egy kicsit ráközelítek, aztán talán akkor jobban lehet látni, hogy miről is beszélek. Ez egy tényleg rettentő pici ez a sörte része, vagy a szőr része, és hát nagyon-nagyon finoman lehet vele dolgozni. Nagyon apró részleteket lehet vele szépen csinálni. Ugye a vékony vonalat, meg füvet, meg esetleg a szemnél, a szájnál a kidolgozásokat, tehát ezt mindenféleképpen ilyen kisméretű vékony ecsettel szoktam csinálni. Aztán az ecseten kívül, amit én még használok, azok a festőkések. Hát nekem több is van itt belőle. Igazándiból az alapja is a mérete térhet el egymástól. Tehát gyémánt alakú festőkés, ebből van ugye kisebb-nagyobb, gyakorlatilag föl lehet kenni a vászorra a festéket, de nem csak erre jó, hogy ezzel fessünk, hanem én speciál a festéket, hogyha színt kell kikeverni, akkor egy ilyen üvegpalettát használok, ez egy szimpla üveglap, semmi extra nincs benne, persze a szél az le van csiszolva, hogy ne vágja el a kezemet, és akkor gyakorlatilag ezen az üveglapon keverem ki a festőkéssel a megfelelő árnyalatot vagy színt. Aztán van ez a szélesebb, ezzel szintén lehet nagyon szép vonalakat, nagyon vékony vonalakat húzni. Ugye azért ilyen furcsa az alakja, hogy bármilyen szögbe tartjuk, azért az ott működjön és hát lehessen használni. Illetve, amire én még szoktam használni, hogy fölkaparni a festéket, fölszedni a palettáról, mert gyakorlatilag úgy működik, mint egy kés. Nagyon szépen lehet egyébként vele, például a hegynél, a hegyvonulatnál, az, hogy havas a hegynek az oldala, ilyen széles festőkéssel gyönyörűen lehet kihozni, lehet csinálni. Most jöjjön a lényeg, hát maga a festék, tulajdonképpen nem csak a festékről akarok nektek beszélni, hanem az alapozókról, a higítókról, a kötőanyagokról, a lakról, mindenféle vegyanyagról, amit esetleg festés közben lehet használni, meg majd aztán a videó végén egy pár szót szólnék a kellékekről, ami azért a festéshez kell. Nos, ha kezdő vagy, és még nem igazán festettél olajjal, de szívesen kipróbálnád, én legalábbis így voltam bele a kezdetén, én úgy döntöttem, hogy nem kezdek el színelmélettel foglalkozni és színeket keverni, hanem veszek inkább egy festékkészletet, ezt így dobozba árulják, van ebből is olcsóbb is, drágább is,
Én egy használt készletet vettem annak idején, mert nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen olajjal festeni. Előtte akrillal festettem, de hát az akrill festéknél egy átmenetet, vagy egy bőrtónusnál a különböző területeket megfesteni, hát ez egy rémálom. Olajjal, mivel lassabban szárad az olajfesték, viszonylag könnyű. Szóval vettem egy ilyen tubusos olajfesték készletet, használtan, pár szín meg volt kezdve, egy pár ki volt így csúnyán folyva, de nem bántam meg, mert viszonylag olcsón jutottam hozzá. Ez nem egy művész olajfesték, ez inkább ilyen tanuló festék, de nagyon jó volt a kezdéshez, csak hogy tudjam meg érezzem, hogy mit szabad, mit nem szabad, mennyire gyorsan szárad a festék, vagy mennyire lassan, mire kell odafigyelnem, tehát egy ilyen tanulókészlet az mondjuk nagyon jó. Csak hát ez nem olcsó. Viszont, hogyha el akarod kerülni, hogy sok pénzt adják ki, akkor célszerű ilyen kis tubusos, tehát ilyen 20 ml körüli festéket venni. Én úgy döntöttem, hogy nagyobb kiszerelést veszek. Én egy kínai márkát használok, ez a Meriz nevezetű kínai festék, olajfesték. Ez 60 ml-es kiszerelésben van. Én ezt egy webshopból szoktam rendelni. Nem azt mondom, hogy kimondott művészfesték, de jól lehet vele dolgozni, és elég kiadós. Tehát ez a 60 ml-es tubus, ez azért nagyon-nagyon sokáig elég. Elég sokféle árnyalat van. Ha te most elkezdesz, vagy most kezdesz el majd olajjal festeni, akkor nem biztos, hogy kell mindenféle színárnyalatot venned. Én amit javasolnék neked, az a fekete, a fehér, fehérből dupla mennyiség, tehát ott legalább két tubussal, kadmium vöröset, kadmium sárgát, ezek elsődleges színek, meg esetleg mellé még egy ultramarin kéket. Na most, ha gyakorlatilag ez a piros, sárga, kék, fekete és fehér. A fekete nem is annyira fontos, de ezt majd a színelméleti videómban elmondom. Tehát a piros, sárga, kék meg a fehér megvan, akkor gyakorlatilag neki állhatsz festeni. Ezekből az alapszínekből, az elsődleges színekből gyakorlatilag bármilyen árnyalat kikeverhető, és hát aztán neki állhatsz festeni, tényleg megvalósítani az álmaidat. Aztán hogyha már belejöttél, mint kiskutya az ugatásba, és már jól megy a festés, és érzed a dolgot, akkor vehetsz komolyabb minőségű festéket is. Ez a Winton & Newton nevezetű cég, ez egy angol cég, gyárt mindenféle fajta típusú festéket, de ők az olajfestékben azért nagyok. Ez egy 37 ml-es tubus, itt most a 60 ml-eshez képest mutatom, nem sokkal kisebb, viszont szerintem kétszer-háromszor annyiba kerül, mint ez a nagy tubus. Annyival jobb is a festéknek a minősége, de mondom, ha kezdő vagy, nem biztos, hogy érdemes drága festéket vásárolnod, mert az olcsó festék ahhoz, hogy kipróbáld magadat, az bőven elég. Én azért vettem ebből a drága festékből, mert egyrészt nem találtam ilyen árnyalatot, ez egy viridián zöld, egy ilyen egészen sötét zöld, nekem nagyon-nagyon tetszik a színe, másrészt pedig szerettem volna kipróbálni, hogy mégis mennyivel jobb, milyen minőségű ez a festék, hát nem csalódtam benne, úgyhogy én rögtön vettem fehér festéket is, ettől a Winton nevű cégtől, ez egy titánium fehér, és ugye ez már egy 60 ml-es tubus, azért lehet látni, hogy ebből ma azért fogyott rendesen. Tehát érdekes módon valahogy a fehér festék az sokkal jobban fogy, mint a többi szín. Javaslom, hogy amikor elkezdesz, akkor majd abból két tubussal vegyél. Nem olyan veszélyes egyébként az ára, mert gyakorlatilag pár száz forinttól kezdődően egészen több tízezer forintig lehet venni egy-egy tubus festéket. Ehhez képest egy ilyen készletet, mondjuk használtam, meg lehet venni 3-5 ezer forintért is. Na, aztán amire még szükségünk lehet, ugye az olajfestékhez nem árt, hogyha higítani akarjuk,
olajat venni. Ez szimpla lenolaj, ezt a Reneszánsz cég gyártja, ez egy lengyel cég, ugye lehet is látni a feliratokon, hogy lengyelül van. Én egy ilyen kis 100 ml-es üvegcsével vettem, nem sok fogyott el belőle. Én nem nagyon szoktam higítani a festéket, általában azt a sűrűséget szeretem, ami egyből a tubusból kijön. Persze, hogyha lazúrosan akarok festeni, akkor azért van olyan, hogy használok olajat, és azzal higítom föl a festéket. Ugye lazúrosan festeni azt jelenti, hogy vékonyan festeni. Aztán, amit én szoktam javasolni, az olaj helyett, azaz úgynevezett festőszer, vagy médium. Na most médiumot is árulnak. Ez egy ilyen zselés állagú médium. Nem is tudom mi a neve, Fluix. Fluix a neve. Nem tudom mennyire lehet látni. Megpróbálok egy kicsit majd rázumolni. Hát nekem ez az egyik kedvenc festőszerem, vagy médiumom. Jól lehet vele higítani egyébként a festéket. És ugye az a jó tulajdonsága van, hogy nem szárad annyira lassan, mint hogyha olajjal higítanám, hanem kicsit gyorsabban. Ennek az összetétele egyébként nem titkos, az internet teli van ilyen médium receptekkel, gyakorlatilag dammárlak, ugye lenolaj, meg terpentin van benne. Én ezt használom higításhoz. Ez is elég jó kiadós. Már jó régen vettem egy nagyobb üveggel, és hát még mindig van benne. Ez, hát itt talán látszik is, hogy ilyen kocsonyás anyag, de nagyon-nagyon jól lehet használni. Ugye van kisebb-nagyobb kiszerelésbe. Aztán, ugye említettem a terpentint, ez is szintén reneszánsz terméke. Azért vásárolom ezeket, mert ezek olcsók, és jó minőségűek, tehát tényleg jó minőségűek. Meg ugye hát a webshopból könnyű megrendelni, gyakorlatilag házhoz szállítják. Ez egy fél literes üveg, ez is jó kiadós, nem muszáj ilyen nagyot venni, van kisebb kiszerelésbe is, nyugodtan vehettek kezdéskor kisebbet. A terpentin gyakorlatilag egy, hát azt szokták mondani, hogy büdös anyag, szerintem nem büdös, nagyon kellemes illata van, de azért ez oldószer, tehát ennek szaga van. Én ezt az ecsetnek a kimosására szoktam használni, muszáj is, mert hát ugye festés után, hogyha nem mossuk ki az ecsetet, meg nem tisztítjuk le az eszközöket, akkor úgy járunk, hogy gyakorlatilag rárakódik a festék, és aztán azt nagyon nehéz eltávolítani. Az ecset szőrei közül kimosni meg hát szinte lehetetlen, főleg ha jó minőségű festékről van szó. Szóval ilyen kis üvegcsékbe szoktam önteni ezt a terpentint. Rá is írtam ide egy ilyen papírcsíkra, hogy ebbe terpentin van. Na most az érdekessége az az, megpróbálok itt egy kicsit a kamerával rázumolni, nem tudom mennyire lehet látni, hogy egy idő múlva leüllepszik a festék az aljára, és akkor gyakorlatilag le lehet önteni róla a tiszta terpentint. Ez azért jó, mert aztán ugye ezt a leüllepedett koszos festéket, ezt hát ki lehet mosni az üvegből, és a terpentin újra felhasználható. Szóval létezik még egy anyag, amit szeretnék megmutatni nektek, ez a lak, ez a befejező réteg a festményen, gyakorlatilag amikor megszáradt a festmény, akkor leszokták lakkozni, ez egy, hát egyrészt egy védőréteg, másrészt meg attól függően, hogy milyen lakkot használunk, vagy egy selymes fényt, vagy egy csillogó felületet ad, ebből is létezik többféle, ez speciál egy dammár lak, létezik borostyán lak, illetve többféle lak is. Ez is egy kicsit büdi anyag, de hát aztán amikor megszállt a festmény, én szeretem készre csinálni és befejezni a lakkozással. És akkor végezetül az a bizonyos alapozó, amiről beszéltem, úgy is hívják, hogy gesso. Ez is, hát ez egy nagyobb kiszerelésű dobozban van. Én persze lehet kisebbet is venni. Én ezt a nagyot vettem meg. Ez létezik egyébként fehérbe is, meg feketébe is. Ugye a feketéből a kisebbiket vettem meg,
mert azt ritkábban használom alapozásra. A nyers felületet vagy vásznat ezzel az alapozóval lehet lealapozni. Ez egy viszonylag sűrű akrilfesték, és hát lehet is látni talán, hogy hát ez ugye nem folyik. Tehát ez egy sűrű akrilfesték, vizes alapú festék, és hát ezzel le lehet alapozni a festőalapot. Ami jó benne, hogy mivel akril alapú, ez nagyon gyorsan szárad. És hát meg volt az alapozás, gyakorlatilag 1-2 óra múlva, hát persze attól függ, hogy mennyire párás a levegő, meg mennyire van meleg, már lehet rá festeni. Na most attól függetlenül, hogy ez akril és vizes alapú, ha megszárad, akkor nyugodtan utána lehet olajfestékkel ráfesteni. Illetve azért kell még alapozni, most akár fehérrel, akár feketével, hogy egy jó tapadó felületet kapjunk, egy olyan réteget, amire aztán a festék, amit ráfestünk, az jól megtapadjon, és hát a későbbiekben ne pöndörödjön le, ne töredezzen össze, ne hújjon le, és hát tartós maradjon, meg tényleg szép is legyen. Aztán ami még kellhet a festészethez, az ugye ez a háztartási törlőpapírt, én ezt használom, van, aki WC-papírt használ, van, aki szalvétát, van, aki papírzsebkendőt, gyakorlatilag mindegy. A lényeg az, hogy azért a felszerelésünket, a dolgainkat azt tudjuk menet közben gyorsan tisztítani. Én a ecsetnél is, hogyha szint váltok, ugye akkor gyorsan kimosom terpentinbe, és aztán rögtön meg is törlöm papírtörlőkendővel. Ez azért jó, mert olcsó, aztán ki lehet dobni egy menet közben. Egy-egy festménynél, most akár mekkora méretűt is festek, akár 20-30 darab lapot is elhasználok, tehát célszerű azért ebből olyat vásárolni, ami ilyen nagyobb kiszerelésű. És akkor ugye a legfontosabbról még persze nem beszéltem, az maga ugye a festőállvány. Ez egy, hát ebből is van többféle, ugye van az asztali kivitel, ez most speciál egy asztali, ugye állítható a dőlése, az, hogy mekkora vásznat akarok belefogni, vagy hát festőalapot, és hát gyakorlatilag az állvány az azért van, hogy megtartsa a festőalapot, és hát tudjunk festeni. De ebből is létezik persze műtermi változat, ami lennáll a földön, egészen magas, nagyméretű vásznat is bele lehet fogni. Azok jó drágák, ezek az asztali kisméretű fafestőállványok, ezek azért olcsóbbak. Néha ilyen nagy áruházakban is szoktak árulni ilyesmit. Aztán létezik tábori állvány, faállvány, amit ki tudsz vinni a szabadba, föl tudsz állítani, és akkor ott a szabadba plenér tudsz festeni szépen tájképet, vagy akármit, legelészőtelenet, vagy bármit. Aztán persze vannak segédeszközök, amiket még lehet használni, de itt az elején én nem mondom neked, hogy rögtön vásároljál be mindenfélét. Én, amit az évek során így megvásárolgattam még, ez a színkerék, ez egy nagyon jó használható dolog. Én a mai napig használom, pedig úgy nagyjából képbe vagyok a színkeveréssel, meg a színskálával. Annyiból jó, hogy forgatható, és hát ugye rögtön lehet itt a szürke skálától elkezdve a színkeverésen át megnézni, hogy milyen színek jönnek ki. A másik felén van egy az úgynevezett komplementer színek, vagy a komplementer színeknek a tájékoztatója. Gyakorlatilag, ha két szembe levő szint, úgy, ahogy a nyílit mutatja is, összekeverünk, akkor minden esetben szürkének valamilyen árnyalatát kapunk, általában feketét. Ezért mondtam nektek a videó elején, hogy nem feltétlenül szükséges feketét venni, hiszen mondjuk egy lila, meg egy sárga összekeverésével gyakorlatilag egy szép sötét szint lehet elérni, egy feketét.
Amit még meg akartam nektek mutatni, az a főleg olajfestésnél egy nagyon hasznos dolog. Visszateszem ide a vásznat, hogy jobban lehessen látni. Ez az úgynevezett festőpálca, festőbot. Ez gyakorlatilag azért jó, ha van. Ezt úgy csináltam saját kezüleg. Elvettem barkácsbotba ilyen faanyagot, ami ilyen jó merev, tehát nem hajlik a kezem súlya alatt, és csináltam rá egy ilyen kis blondlabdát ide a végére. Ez festés közben azért jó, mert föl lehet támasztani akár az állványra, akár a festménynek a szélére, és akkor gyakorlatilag, ha kis, apró, finom részletet akarunk kidolgozni valahol a vászon közepén, akkor föl lehet rá támasztani a kezünket. A levegőben megtartva, hát remegni fog mindenkinek a keze, tehát úgy nagyon nehéz festeni, de ha föltámasztom, akkor ezeket a nagyon finom, nagyon pici apró részeket, ezeket könnyű kidolgozni vele. Vagy ha egyenes vonalat kell húzni, gyakorlatilag neki lehet támasztani az ecsetet, és akkor amentén lehet vonalazni. Tehát nagyon, nagyon jól lehet használni ilyen dolgokra. Én legtöbbször mondom, arra használom, hogy ne érjen hozzá a kezem a vászonhoz, mert azért az úgy szétmaszatolódna, ugye az olajfesték eleve lassabban szárad. Gyakorlatilag ezt a festőbotot használom arra, hogy föltámasszam a kezemet. Aztán vannak még apróságok, amiket én csináltam, de ezt majd egy későbbi videóban akarom bemutatni nektek. Ezek ilyen segédeszközök, amit egy kezdőnek úgy nagyjából tudnia kell, hogy is működik a festészet olajfestékkel, az úgy megpróbáltam nagyon röviden összeszedni. Persze, ha kérdésetek van, vagy javaslatotok arra, hogy mi legyen a következő videóban, én ezt szívesen fogadom. Írjátok bele alulra a kommentbe, a hozzászólásokhoz, és akkor megígérem, hogy ha kérdés van, akkor nagyon hamar válaszolok. Egyébként meg, ha ötlet van, hogy mi legyen a következő videóban, én nagyon szívesen megpróbálom elkészíteni, és akkor hát tanulhattok esetleg ebből a dologból. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, és ne felejtsetek el nyomni egy hüvelykujjat. Sziasztok!